Sziasztok, Peti Bök és az Avagrup média csatornát nézitek. Ennek a videónak az a címe, hogy több milliárd euró jár vissza a kamionos cégeknek a német államtól. A hír nem kacsa. Ezen a héten döntött az Európai Legfelsőbb Bíróság arról a perről, amiben egy lengyel uh, speditőr vállalkozás 13 ezer eurót igényelt vissza a német államtól, mivel a német állam évek óta nem megfelelően számolja ki a teherautó údíjat, és ezért évente kb. 200 millió eurót számol el a kamionos cégek fele a német állam úti rész összekként, az autópálya rendőrség költségeinek fedezésére, holott az Európai Uniós Bíróság Kimondta, hogy az autópálya útdíjban csak fenntartási költségeket lehet elszámolni. Ez azt jelentheti, hogy bármelyik kamionos cég visszaigényelhet, akár egyéni vállalkozó is, ha van rá idei energiája és idege, megbízhat egy ügyvédet, hogy megpróbálja visszaigényelni az ő általa eddig befizetett, útinak azt a részét, amit az Németország az autópálya rendőrség fenntartására, vagy hát költségeire különített el. Vigyázatok, ugye egyrészt vannak már folyó perek, amiknek előbb le kell mennie, tehát ez egy hosszadalmas dolog lesz, illetve arra is oda kell figyelni, hogy ezeknek a beszfizetéseknek nem szabad elévülnie. Sajnos arról a döntés nem szól konkrétan, hogy mennyi az elévülésű ideje az eddigi befizetéseknek, de a hírforrás szerint az elmúlt két évre visszamenőleg. De hogyha csak egy évet is nézzünk, egy olyan cég tekintetében, mint például a Waberers, hatalmas. Összegekről beszélünk, amit a cég, illetve cégek a német államtól a bírósági döntés alapján visszaperelhetnek. Ennyi volt a rövid hír, találkozunk legközelebb, sziasztok!